Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Székesfehérváron. Kezdetnek mondjuk el a Tiszta Univerzum mantráját, Om Nám 7-szer. Om Nám. Om Nám. Om Nám. Köszönöm szépen. Akik itt ülnek a teremben, mindannyian kíváncsiak valamire. Különben nem jöttetek volna el. Akik itt ülnek a teremben, mindannyian tapasztaltak már valamennyi szenvedést. Különben nem ülnétek itt. Akik itt ülnek a teremben, azok valamit nem tudnak, és tudni szeretnék. Beleszületünk a jelenségek világába. Látjuk, hogy ez az élet egyszer véget ér. Amíg testben vagyunk, látjuk-e, hogy hogyan működünk? Látjuk-e az élet és a halál természetét? Nagyrészt az energiánkat kifelé fordítjuk, a látás, hallás, szaglás, tapintás és ízlelés érzékszerveivel. Egy idő után rálátunk a saját gondolatainkra, az érzelmeinkre, és valamikor meghalljuk, hogy valójában mit mondunk. Legkésőbb látjuk a cselekedeteinket és következményeit. A jelenségek világa nem mindig és nem rögtön mutatja meg azt a törvényt, ami szerint működik. Nézd meg, mennyi tanulmány kell ahhoz, hogy eljussunk az alaptörvényig. Mi szerint működünk mi, emberek? Mi szerint működik a világ? Úgy tűnik, hogy nagyon sokáig ezt kétféle törvénynek gondoltuk. Az egyik, ahogy a világ működik, a másik, ahogy mi. Amit mi akarunk, meg ahogy a természet működik. Ezt évezredeken keresztül figyeltük, és nincs a mai napig olyan megoldás, hogy ez a Föld, ez a világ, és az ember teljes harmóniában éljen. Évezredekig azt hittük, hogy lineárisan létezünk, hogy valaki valami teremtett minket, és egy idő után ez véget ér, és köszönjük szépen, lehúzzuk a rolót. A világnak a keleti felén ciklikus egzisztenciában gondolkodnak a mai napig, és ez sem gátolta meg őket abban, hogy a modern kor eljöttével elképesztő mennyiségű szemetet ne termeljenek. Tehát nem vettük észre, hogy a természetben nincs szemét, de az ember tud ilyet csinálni, ha nem ismeri föl a ciklikus létezést, már a materiális szinten. Pedig mennyivel egyszerűbb az, hogy csináljunk visszaforgatható anyagokat. Végül is az 1 millió éves ciklus is rendben van, csak ez nekünk egy kicsikét necces. Az a fajta körforgás, amit a lélek végez, sokkal bonyolultabb. Sokkal kevésbé tekinthető át, hogyha kifelé terjedünk. Az előbb említettem az 5 érzékszervet. Ez kifelé húz minket. A gondolatok, az érzelmek, a beszéd énesítenek minket.
És nagyon gyakran nem veszük észre, hogy a jelenségek mögött milyen törvény van. Ezt a törvényt hívják szanszkritul dharmának. Ez az a törvény, amely szerint eszünk, iszunk, alszunk, élünk és halunk, és ez íratlan. Ebből valamennyit le lehet írni, sokan meg is próbálták, és ilyen könyvekből igyekszünk tanulni. A könyv egy darabig jó, szükséges. De inkább ahhoz hasonlítanám a szövegtanulmányokat, ami egy fegyvernél a cső hossza, és a tapasztalás pedig az a röppája, amit a célig leír a lövedék. Lehet, hogy másfél kilométer, lehet, hogy kettő. Ezért az a kínai mondás, hogyha elolvasol egy könyvet, 10 000 lépést kell tenned, ez sosem volt igazabb, mint ma. Ma 10 000 weboldalt elolvasol, és egyetlen lépés sem teszel. Ott ülsz a képernyő mögött, és azt hiszed, hogy valami érdemlegeset megtudsz. És jön a jelenség, jelenség után. Képernyő, képernyő után. Klik, klik után. És fenntart egy olyan izgalmi állapotot, ami az energiádat csak kifelé viszi. Manapság egy virtuális térbe viszi. Az illúzió rétegébe viszi. Látszat a látszadikon. És ezért nem ismerjük magunkat, ezért nem látjuk, halljuk a másikat, és azt sem tudjuk, hogy valójában miért működünk így emberek, csak enter, enter, enter. Észrevetted, hogy megszülettél, és nincs olyan gomb, amivel ezt vissza tudnád állítani születés előtti állapotba? Nincs az a billentyű kombináció? A halál nem kék. Az csak a képernyődön az. A dharma nagy D-vel az a törvény, ami a dharmák kis D-vel jelenségek működését mutatja. A jelenségeknek a specifikus tulajdonsága, szanszkritul a tatvája, az az, ahogy ezek működnek. Ez a zenbot, ez egy rendkívül egyszerű tárgy, ez így működik. Az a dolga, hogy téged a gondolkodás elé visszahozzon, legalább egy másodpercre. Ez az, amit gyakoroltunk kezdés előtt. Mert hogyha gondolkodás előtti tiszta, tükörszerű tudattal vagy itt, akkor tényleg hallod a madácsi csergését. Hallod a közlekedésnek a zaját. És érzed a teret. Ezek a rezdülések azért érdekesek, mert a meditáció során az energiádat befelé tudod fordítani. És hogyha ezt megteszed, akkor sokkal finomabb rezdüléseket is tapasztalsz. Tapasztalod a saját gondolataidat, az érzelmeidet, az akaratodat, az indítékaidat, és a következményeket is. És hogyha ezt a tudatot nagyon tisztára varázsolod, akkor esetleg felfogod, ami a másik emberben van. Felfogod azt a rezdülést, amit egy másik ember gondolata, érzelme bocsát ki, akár feléd, akár más felé. Nehogy azt hidd, hogy valami ezoterikus, misztikus tanítást hallasz. A rádióhullámok, azok semmiféle titkot nem képviselnek, csak nem fedeztük föl őket, kb. 120 évvel ezelőttig. Amikor ezek a frekvenciák megnyíltak, kiderült, hogy még hány mega meg gigahertzen lehet kommunikálni. A tudat éppen ilyen. Amíg az érzékszervek által ez le van zárva, mert azt hiszed, hogy te csak ezzel vagy azonos, addig ezek a finomabb rezdülések nem nyílnak meg. Ezeket hívjuk transzcendens érzékelésnek. Transzcendens, mert az érzékszervit meghaladó érzékelésről van szó. És hogyha beszéltünk a törvényről, az ember és a világ egységes törvényéről, akkor beszélnünk kell a dharmáról ebben az értelemben is, hogy a transzcendens, tehát érzékszerv fölötti, és az immanens, az érzékszervi ugyanazon törvény által kormányozott. Nehogy azt hidd, hogy a testetlen világban jobb vagy másabb, mint a testiben.
Csak az egyikben életben vagy, a másikban pedig nem. Ez az egyetlen különbség, de ez elég nagy. De a törvény ugyanaz. Tehát a köztes lét négy nagy fázisában, két hosszú és két rövid fázisában a karma törvénye ugyanúgy érvényesül. De a négy állapot nagyon más. A két rövid állapot, a leszületés és a fölmenetel, közkeletű szóval a meghalás folyamata, és a két hosszabb állapot, az a testen kívüliség, illetve a testben lét. A testben létet szoktuk életnek hívni. Amikor megszületsz, akkor ez a szoftver, a lelked, fölveszi ezt a testet, ezt a hardvert. A kettő szorosan egymáshoz tartozik, sőt egymásból következik, egymást kondicionálja. Az összes korábbi karmád következménye az a születés, amelyben neked részed volt anyuval, apuval, környezettel, nagyszülőkkel, étrenddel, társadalommal, mindennel. Az összes korábbi inkarnációd ciklikus természetéből következik, hogy a felgyűjtött identitásod egyszer csak átlépett egy kapun, és egy testbe belépett, amit anya és apa felajánlott neked. Ők teremtették a testedet, és te lehoztad ide a lelkedet. Ez a születés. Ezzel a lélekkel már alakítod a testedet az első örömteli pillanattól fogva, ahogy abba a vágykürtőbe te beléptél. Nem tudtál nem belépni, mert a karmádat csak így folytathatod. És mint magyarok, csak itt folytathatjuk, utazzál nyugodtan, akár több évre is. De azt, hogy magyar testbe, magyar társadalomba születtél, ez elég nyilvánvaló. Ugye? És amikor az életedet éled, akkor az előbb említett öt érzékszervi kapun keresztül különböző ingerek, kondíciók, hatások érnek. Ezekre a gondolatod mondhatja, hogy szeretem, nem szeretem. Azonos, nem azonos velem. Szeretném, nem szeretném. És ezek a döntések, ezek a nullák és egyek írják a jelenlegi életed azonosság rétegét. Amit szeretsz, azzal kellemesen azonosulsz, amit nem szeretsz, azzal kellemetlenül azonosulsz. De mihelyt egy karmával neked duális kapcsolatod van, bármiféle polarizáltság van, azon nyomban beáll az azonosulás. Ez alakítja ki az identitásodat. Ez a mintázat csatlakozik a tárháztudatban már meglévő mintázatokhoz. Mint ahogy a fa gyűrűi egymás után következnek az évek során. És a fa nem türelmetlen és nem lusta. Minden évben mérsékelt övön a lombhullatók kettő gyűrűt növesztenek. Geszt és Szijjártsy. Egy világos és egy sötét. Az emberek is egy élet alatt a szeretemből és a nem szeretemből összeraknak egy életnyi identitást, amely hozzácsatlakozik a többihez. Amikor ezt az inkarnációt befejezted, akármilyen módon, akkor a lélek hátrahagyja a testet. És bekerül egy olyan állapotba, ahol elkezdi látni a karmájának a következményeit. Testetlen állapotban mindent láthatsz, de semmit sem tehetsz. Nincs meg az a hardware, amin futhatna a szoftver, tehát ott maradt fönn a felhőben. A Zen ráláttat mind a hardware, mind a szoftver természetére. Miből vagyunk összerakva testileg, lelkileg? És ez a látás, ez a vidya adja a lehetőséget, hogy változtathass magadon. Az nem baj, hogy ilyen karmával születtél erre az életre. De ha még egyszer ugyanezt kellene tenni, megtennéd? Vagy esetleg fejlesztenél rajta egy kicsit? Hogy ne ezt a szenvedést tapasztald, amit ebben az életben kellett, hanem mondjuk egy magasabb szintű szenvedést,
mellé boldogságot is. Hogyha egy pillanatban rájössz, hogy 10 perc múlva meghalsz, de addig bármit megtehetsz, és bármilyen lélektartalmat cserélhetsz magadban, lenne munka? Lenne kapkodás? Lenne sürgés-forgás? Szeretnél változtatni azon, hogy amit most tovább viszel, az milyen testet kapjon? A templomi szabályainkban van nagyon sok kitűnő idézet zenmesterektől. Pacsang zenmester azt mondta, az élet és a halál nagy művében az idő nem vár rád. Ha ma meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött nem ez a legfontosabb? Siess, siess. A felhők felfelé szállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. Az utolsó mondatra hívnám fel a figyelmet, mert ez rávilágít nagyon tömören és költői pontossággal arra, hogy mi emberek hogyan működünk. Az, amit mi lényegnek hívunk, vagy önvalónak hívunk, bár nem látható, hallható, szagolható, tapintható, ízlelhető és gondolható, ez az egyetlen, ami közös bennünk. Ez az egyik legnagyobb paradox, hogy ami bennünk azt mondja, hogy ember vagy én, az érzékszervekkel nem tapasztalható, gondolattal nem gondolható el, érzelmekkel nem fejezhető ki, beszéddel meg aztán esélytelen. Tettekkel sem tudod megformálni. Hogyha meghaladod mindezt, akkor tapasztalhatod, és mégis ez az, ami közös bennünk. Mégis ez az, ami a lényeg, és így a lényegi szintjén összeköt minket. Ez az a tükörszerű, térszerű tudat, amely a keleti szóhasználat szerint a nem tudat, vagy a nem tudható. Ezért szemléltetjük egy olyan gesztussal, amely visszahozza a tudatot gondolkodás elé, és legalább egy pillanatra belépsz ebbe a lényegi egyé vált állapotba. Ebből a látóból lesz az a figyelem, amivel te tapasztalod a törvényt, az ok és okozat működését, ami a tiéd akkor, hogyha befelé fordítod az energiádat, hogyha engeded az én falát leomlani, ha engeded az egyé válást megtörténni, semmit nem tehetsz érte. Minden, amit elgondolhatsz, mint technika, az csak a tapasztalás széléig vezethet. És hogyha a lélek járja az útját, akkor természetesen boldogságkereső és szenvedéskerülő. Ez a garanciája annak, hogy te fel akarj ébredni. A felébredés iránti vágyat azt nem lehet kívülről kapni. Belül kell megszületni annak, hogy igen, ezzel a karmával én így nem mehetek tovább. Változtatnom kell rajta. Változtatnom kell magamon. Hogy tehetem ezt? Valójában az önismeret, ami nagyon divatos itt nyugaton, nehezen és ritkán párosul az önmeghaladással. Nagyon szeretünk ilyen kurzusokra járni, ahol ilyen szeretetteli atmoszférában megmondják nekünk, hogy mi egyébként kik vagyunk, így a kör szerint, és mindenkitől hallunk valami szépet, vagy elmegyünk ilyen regressziós terápiákra, ahol visszavezetnek téged előző életeidbe, és elmondják, hogy te bizony hercegnő voltál, meg királyfi, meg vadakat terelő juhász, és néha tűzoltó. De azt nem mondják el, hogy gyilkos voltál, kurva voltál, uralkodó voltál, takarítónő voltál, ezeket nem mondják el. Pedig hidd el, nem ülnénk itt, hogyha ilyeneket kihagytunk volna. Úgyhogy a lélek útja nem csak, hogy megismerhető, hanem megismerendő és formálandó is. A látásból következik a teremtés fölötti uralom. Tehát látod a tettet és a következményét, már óvatosabban cselekszel.
Semmi másra nincs szükség, mint az, hogy a látó és a teremtő találkozzon benned. Nagyon sokszor pár év gyakorlat után így felteszik az emberek a kérdést, hogy Szunyim, megláttam belül valamit, ezzel meg is teremtettem? Hát most már igen. Amíg nem gondoltál bele ennyit, addig nem. Tehát ebben a pillanatban tessék nyakon csípni azt, hogy hogyan teremtjük a világot egymásnak. Az, hogy magunknak, ez egy nagyon önző dolog. Ezt a világot egymásnak teremtjük. És nem lehet projektálni a felelősséget sehova, se föl, se le. Figyelet, hogy tele vagyunk tündérmesével, amelyek magyarázni hivatottak a bizonyítványunkat, és egyik sem működik? Tehát csak a tapasztalás az, ami segít. Az önmegismerés mellett az önmeghaladás segít, és az önmeghaladás az a transformáció, az a fajta átalakulás, amiben mindenki reménykedik, hogy egyszer csak megkapja valahonnan kívülről, mástól. Megfizettem, megveszem, csak add ide, légy szíves. Tudod, ez a gazdaságos megvilágosodás a polcról. Tehát bemész, és a hetesnél jobbra fordulsz, és leveszed a polcról, az automata pénztárnál kifizeted, hazaviszed. Megeszed, megiszod, és reménykedsz, hogy te ettől más ember leszel. Mert nézd meg, hogy a fogyasztói társadalomban a tant így nézik. Az, hogy nekem tennem kéne valamit, nekem kéne fölébrednem, nekem kéne az énségemből lejjebb adnom, nekem kéne önzetlenebbnek lennem, na az nincs meg, vagy nagyon nehezen van meg, rettenetes mennyiségű illúzióvesztés árán van meg. Úgyhogy ha segíthetek az illúzióvesztésben, akkor itt a lehetőség. Tegyétek fel a kérdéseiteket. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a test, lélek, szellemet hogy lehet önmagunkban egyensúlyba megtalálni? Vagy... Mi okozza az egyensúlytalanságot? Hogy néha vagy a test billen ki, vagy a lélek, vagy a szellem. A testén nagyon könnyű, meg kell tanulni balettozni. Tehát ott van egy korlát, és hogyha a korláttal már sokat gyakoroltál, akkor egy idő után korlát nélkül is megy, és a test egyensúlya az gyönyörűen elérhető. Na, a lélek az egy külön történet. A lélek egyensúlyát hívják középútnak. És a középút az azért érdekes, mert sem a bal szél nem működik, szakadék, sem a jobb szél nem működik, szakadék. A középút az azért érdekes, mert először, főleg fiatal siheder korunkban rettenetes mennyiségű szélsőséget szeretünk tapasztalni. És ez nem csak a kockázatkedvelő egzisztenciákra igaz, mindenkire igaz. Tehát tövig toljuk a gázpedált, üveghangra kihúzatjuk az érzékszerveket. Ebben van az energia, ezt hívják létszómnak. Oly mértékben vágyunk az életre, hogy kiégetjük a szenzort, tehát mindent bele. És így az egyensúlytalanságot is megtapasztaljuk. A legelső, hogy a léleknek a terheit vagy fiatalkori siheder bolondságait ráterheljük a testre, tehát betegek leszünk. És a pillanatnak a tudatossága az egyetlen, ami megadhatja a középutat, és a középút adhatja meg a lélek egyensúlyát. És akkor a test is előbb-utóbb egyensúlyban lesz. Na most a szellem, az itt nem ez a, tudod, ez a fehér ruhás éjszakai, a szellem az itt egyenlő a mi keleti szóhasználatunkban a buddha természettel. Tehát ez az az üresség, vagy nem kettősség, amely tényleg érzékszervek fölött van. Tehát a test a hardware, a lélek a szoftver, az előbb ezeknek a körforgásáról beszéltem, viszont a szellem, amit nevezzünk most buddha természetnek, vagy igazi önvalónak, az nem forog körbe, az látja ezt a körforgást. És mindenkinél a tudatosság úgy hibázik néhány pillanatban, például a születésének a pillanatára senki sem emlékszik. Tehát olyan hatalmas jogik, akik anyamébeli állapotot visszaidéztek 100 évvel ezelőtt, Yogananda ezt tudta. De a születésére ő sem emlékezett. Az akkora trauma, anyának, gyereknek, néha apának egyaránt, hogy ez egy hatalmas vágás. És utána van egy tanítványom, aki fél éves kori emlékére szépen így vissza tud látni,
De az is traumatikus volt, mert az apja akkor hagyta el őket. De a nagyon komoly énformáló vagy énbontó pillanatokra nem emlékszünk. Túl erősek, és mégis ezek a legkomolyabb identitásformálók. Fordítva, ha valamit nagyon jól figyelsz, akkor a szenvedéstől megszabadulsz. Ha van tudatosság, akkor van leválasztódás és nem azonosulás. És ekkor tudod az egyensúlyt megtalálni, mert visszatérsz az egybe. Nem a kettősség, a szenvedés és boldogság, a sötétség és megvilágosodás kettősségeiben vagy. A körforgás megáll. Visszatérsz a középpontba, az egyensúlyba, ahol nincs mozgás. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, az meg kell találni magadban, ami nem mozdul, ami nem keletkezik és nem szűnik meg. Ez műszóval az egy. De erre Sung Sanzen mester azért rávilágított, hogy a 10 000 jelenség visszatér az egybe. Hová tér vissza az egy? Nem elme, nem Buddha. Akkor mi? Ugye? Na ez a pillanat, ez a csend, amikor megálltál egy picit, hogy mit mondott? Ezt most nem értettem. Az előzőt sem értettem, de ezt most nagyon nem értettem. Na ez a csend, amikor úgy nem mozdulsz, na ez az érték. Erről lenne szó. És itt az egyensúly lehetősége. Ha pedig állandóan keringsz valami gondolatcsomag, vagy ilyen érzelemhalom körül, visszamegyünk a múltba, aggódunk a jövő miatt, verdessük ezt a billentyűzetet, hát ha valami jobb lesz belőle, mint tegnap, akkor nincs egyensúly, csak szétesés van. A szélsőségek mellett, ami ugye tradicionális téma, mostanában sokkal, azt mondom, relevánsabb az a probléma, hogy az elmének van egy olyan szétesettsége, amelyből nagyon kevesen tudunk kijönni. Ez nem csak a digitális kultúra miatt van, ez csak egy eszköz. Tehát ne a képernyőt hibáztasd, mert az elméd gyenge. Te gyengítetted el. Mert a tudatodnak egy nap 10 000 tárgyat adsz, és mindegyikhez ragaszkodsz. Mindegyik gondolkodást csinál benned. Tehát az egyensúly az akkor van meg, amikor az egyszerű és tiszta nem vész el. De hogyha elvész a gyökér, akkor a 10 000 virág meghal. Ha elvész az egyszerű és tiszta, nem tudjuk kezelni a tudattartalmakat, legyengül az elménk, onnan veszed észre, hogy állandóan, feleslegesen, hevesen reagálunk. Túlbeszéljük, túlreagáljuk. Minél gyengébb a tudat, annál türelmetlenebb. Annál szélsőségesebb. Minél jobban szét van esve, annál kevésbé tudja tolerálni a másikat. Annál inkább csak az kell, ami csak neki jó, és csak így, és csak úgy, és csak most, csak így, csak neked, csak. Na, emögött van az én. Tehát minél gyengébb a tudat, annál erősebb az ego képzete. Minél erősebb és tisztább a tudat, annál kisebb az én képzete. Ez még az egyensúlyhoz hozzátartozik. Jó? Köszönöm. Szívesen. Itt elő. Karma érdekelne, hogy mi a startpontja vagy, és a karma startpontja érdekel? Igen. Az egy manikűr vagy pedikűr készlet. Ez a karma startpontja. Lábkarma vagy kézkarma? Ez a kérdés. Melyiket szeretnéd? Az egyet, az egy induló pontot. Elindul. Tudod, egy... hogy mi a karma? Attól függ, hogy mit akar ma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ok és okozat törvényének vidám és játékos megközelítését tapasztalhatjátok. Ami egyébként a külvilágban nagyon nem vidám. Ezért kell megtanulni egy kicsikét nevetni rajta magunkban is, hogy bár komolyan kell venni az ok és okozat működését, legyen egy kis tér, egy kis derű, hogy rálássunk arra az elképesztő szarkupacra, amit mint emberek fölhalmoztunk az egyéni, páros, család és csoportos karmánkban, valamint a sapiensnek nevezett lükepékség és a világ kölcsönhatásában, ugye? Tehát a karma,
az a szanszkrit kr gyökből származik, ami egyébként a karnak is távolról a gyöke, az azt jelenti, hogy a cselekvés és annak következménye. Tehát a szanszkrit, mint egy nagyon szakrális nyelv, egy fogalomba tudta integrálni a különböző ellentétpárok működését, ilyen például a sunyatá, ami a teli üresség vagy üres teljesség, így egyben. Ezért a karmában benne van a tett és a következménye is. Nem választjuk szét a kettőt. Ezt itt nyugaton elfelejtettük. Tehát azt hisszük, hogy tehetünk valamit, aminek nincs következménye, vagy nem volt előzménye. Ez az életben lehetetlen. Oké? Tehát a karma az a tett és következménye, hogy az ebből következő újabb tett és annak a következménye, ennek a sorozata, a felhalmozódása mind gondolatban, szóban, érzelemben és cselekedetben. Illetve az öt már korábban vázolt érzékszervi csatornán keresztül is. Ezek a felhalmozódások járnak egy kis polaritással, szeretem vagy nem szeretem. Az azonosulás által ezek személyiségelemek lesznek, és ezekből összeáll a személyiségnek az érzete. A karma olyan gyorsan változik, hogy ez a 24 képkocka per másodperc, ez semmi hozzá képest. Olyan gyors a film, hogy te folyamatosnak látod az énednek a képzetét. Idéznék egy kitűnő tanítót, ki vagy te két gondolat között? Tehát amikor a gondolati karmád egy pillanatra el van vágva, és visszatérsz ide, akkor hol az éned? Az éned egy gondolati termék. Csak olyan gyorsan csinálod, hogy nem veszed észre. Szilárdnak tűnik, mint ahogy a kép is szilárdnak tűnik, hogyha minimum 24 kocka per másodperce pereg a film. És a meditációban ezt a folyamatot meghaladhatod. A zen nem lassítja, nem gyorsítja. Azok más iskolák. Nem vágja, nem szabja, azok is más iskolák. Egyszerűen meghaladj és rálátsz. De úgy látsz rá, hogy előbb-utóbb tudod uralni is. Tehát a karmának a felhalmozódása az az azonosulás által lehetséges, mint a lavina. Elég egy pici hógörgeteg, és megy az egész hegyoldal. Na, ezt hívják az élet és halál tehetetlenségének. Tehát a karmádban olyan tehetetlenség, olyan inercia van, hogy nem tudod megállítani életeken keresztül, hogy ne azt a mákos tésztát egyed életről életre, amit anyuka főz. Vagy azt a gulyáslevest, amit apuka is szeret. És te ekkor egy olyan családba fogsz újra születni, ahol ez az étrend van. Most egyszerűsítek, hogy értsd, és hazamenve ízleld is meg. Kinyitod a hűtőszekrényt, és hűha, ezt a következő életembe is meg szeretném enni? Úgyhogy a karmát azt három nagy tulajdonsággal együtt érdemes látni. Az egyik az, hogy mulandó. Mulandó, mert teremtett. És hogyha nem teszel bele energiát, akkor előbb-utóbb az elmúlik. És említettem a karmának a négy osztályát, az egyénit, a párost, a családit és a csoportost. Főleg a páros karmában, amely az egyik leginstabilabb forma, ezért szoktuk így megkötni egymást különböző ilyen tárgyakkal, meg szertartások által, de kiderül, hogy nem abban van a kötés az itt van. Leginstabilabb. De ez a legtermékenyebb is, ugye? Ebből jön a családi karma. És hogyha mulandóságról beszélünk, akkor mi az, amit egy adott párkapcsolatból vagy családból szeretnénk úgy elfelejteni? Kitörölni, kitisztítani. Akkor ugye kell a mulandóság, ugye akkor szeretjük. Képzeld el, ha örökké tartana. De a másik, amit jónak gondolunk, hogy ez milyen szép, és milyen harmonikus, meg milyen boldogság, na, azt tartson örökké. Ja, azt hiszed? Hogy csak úgy ráütjük a zárjegyet, ugye, hogy jövedéki termék azt örökké tart? Hát nem hiszem. Ahogy azt az elején mondtam, ugyanaz a törvény érvényes minden jelenségre. Tehát, ha egy adott karmába teszel energiát, az fönnmarad, és ha információt teszel, akkor is. Mi az információ? Hogy ez én vagyok. Ez az azonosulás, az alapinformáció, amitől egy karma fönnmarad. Másodlagos, hogy ezt szeretem, nem szeretem.
Ezáltal a dualitás által kötöttem meg, és csináltam meg belőle az énemet. Nagyon sok ilyen van. Tehát ilyen hihetetlen, nagyon-nagyon sok réteg, ahogy azt a fa hasonlattal mondtam korábban. Ebből áll össze az én képzet. Ebből áll össze a karma. És hogyha te kiveszed az azonosulást, kiveszed a dualitást egy karmából, akkor előbb-utóbb csak az energiája marad. Egyébként meditációban ezért lehet energia többletet tapasztalni, hogyha tényleg visszatérsz a gondolkodás elé, kevesebb dualitást gyártasz le a kis nyersanyagodból, több marad, több energia marad. A boldogságnak van egy olyan definíciója is, hogy minimális önkép, maximális energiaszint. Nézd meg! Ezt hányféle rossz úton próbáljuk meg elérni? Síralom. Általában valamilyen kémiával szeretnénk az önképet csökkenteni, aztán az asszony talicskába tolja haza az urát, ugye? Mert annyit csökkentette az önképet, ugye? A pultnál. Energiája egy ideig volt, mert ordítozott is, meg is verték, és akkor lement az energia, és vége volt. Na, ez a helytelen útja a boldogság elérésének, pedig csak ebben az országban sajnos több millióan próbálkoznak vele. És ez nagyon sajnálatos. Tehát nézd meg, hogy nem lehet érteni a karmát. Úgy, hogy nem látsz, hogy elfeded a lelkednek a tükrét, elfeded a tudatosságodat. Úgyhogy nézd meg, hogy a törvény hogy működik. Nem véleményfüggő. Ezért szerettem. Teljesen mindegy, hogy mit gondolsz róla. Ez akkor is úgy működik, ahogy. Oké? Okay? Tehát mit szeretnél? Szeretnél karmát teremteni? Megtartani? Kitisztítani? Mert a mulandóság mellett van a második, amit ígértem a háromból, ez a kölcsönös függés. Ez úgy teljesen hazavágja azt, amit te a szabadságról eddig gondoltál, mert hogyha te nagyon szabad akarsz lenni, mindentől, mindenkitől, önállóan, mint Robinson Crusoe, hát akkor ne csak lakatlan szigeten légy, azon ne legyen víz se, állat se, növény se, barlang se, sem. Attól is legyél szabad. Ebben a teremben, hölgyeim és uraim, mindenki oxigénfüggő. Attól próbálj megszabadulni. Szeretetfüggő. Próbálj meg nagyon komoly szeretet kapcsolat nélkül nagyon sokáig élni. Étel és italfüggő. Böjtölhetsz akár 60-65 napig, hogyha jól csinálod, vezetett körülmények között, de utána enni kell, különben elfogysz. Különben vége. Tehát ez a kölcsönös függés, ez lefordítható arra is, hogy társas lények vagyunk. Ja, akkor milyen szinten társas ez az ember, csoportos ez az ember? Hogy intézzük ezeket a karmáinkat? Miért teremtünk? Jó a párkapcsolat? Akkor jól csináltad. Kölcsönös a boldogság? Valamit jól csináltál. Nem akarsz hazamenni a családba. Aznap. Mit nem mertél kimondani? Mit nem mertél meghallani? Mitől diszharmonikus épp aznap este? Nem akarsz leülni a feleségeddel, vagy a férjeddel egy asztalhoz? Mi a baj? Milyen karma halmozódott föl a gondolat, érzelem, beszéd és cselekedetek szintjén? Úgyhogy nézd meg, hogy ebben a négy osztályban, amit az előbb elmondtam, milyen karmát halmozol föl, milyen énséget táplálsz, és akkor kiderül, hogy te milyen feleség vagy, anya vagy, társ vagy, csoporttag vagy, vagy férj, apa és a többi férfi szerepben. A karma így áll össze. És ahogy mondtam, nem áll meg az egyénnél, de az egyén felelősségünk és személyi igazolványunknál fogva az alapelem. Az egyén az alap. És ebből áll össze a pár, a család és a társadalom. Engem a nullpontja érdekelne még, vagy teremtés. Arról esetleg tud-e valamit mesélni? Meséljek. Vagy bármit, nem tudom, a hitrendszeréből átadni, nem tudom, vagy a valóságot, vagy szóval valami. Elhozok most mindenkit a nullpontba, mindenki figyeljen nagyon jól. Nullpont következik. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs karma. Ez a nullpont. Ebből kiindulva elkezdesz teremteni. Megfigyelted, hogy a természetnek nincs problémája a múltjával?
Tehát látsz ilyen bűntudattal görcsölő fákat, ugye, hogy nem? Vagy látsz olyan őzeket, akik a jövő miatt aggódnak? Hát így, ilyen kis szarvacskákkal így stresszesen ott az avartot, na, ugye, hogy nem? Tehát a múlt, a jelen és a jövő összes karmáját ez a drágalátos elméd teremti. Ettől megszabadulsz, megvan a nullpont. Erre a kérdésre, hogy ki vagyok én, és itt most megemlítetted az én tudatot, de mi van azon túl? Mert ha magamnak felteszem ezt a kérdést, akkor általában a nevem, szerepek és ezek jutnak eszembe. De ha ezen túl szeretném, hogy tényleg ki is vagyok én, mert ennél sokkal több vagyok, mint a szerepeim, és amit az elmém mond magamról, hogy mi van ott. Hány szereped van? Hú, nagyon sok. Ki a rendező? Én. Mi mondja azt, hogy én? Hát ez az, ez keresem. Hát ez az! Hát ez hogy az. Ki mondja ezt belőlem, igen. Egy másodpercre vagy a megoldást, ha ez, akkor mi ez? És most, hölgyeim és uraim, ugrunk 1200-1300 évet vissza, 6. pátriárka Huineng. Az alapkérdés, amit egyébként egy hozzá közel álló szerzetes, aki üldözte és elkapta, megvilágosodott. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Lefordítva, amikor nincsenek szerepeid, ki a rendező? Rövidítve, hogyha kiveszed a hagyományos, azt mondom, megfogalmazást, akkor marad az, hogy mi az eredeti arcod, mi az eredet, mi ez. Tehát igazi önvalónkban találkozik az alfa és az omega. Úgyhogy a nullpont az az, ahol a kezdet és a vég még egyben van. Az csak is ez a pillanat. Ezért gyakoroljuk azt a meditációt, amelyben most több mint 100-an részt vettetek. Úgyhogy a mi ez kérdés, hogyha azt minden egyes lélegzettel fölteszed és gyakorlod, és ami válaszként jön, azt mind elengeded, az szerepmentes, az nem kerül színpadra, ott nincs avatár. És ennek a tükrében látod jól a kit, hogy épp most te ki vagy, most közönség vagy, hazamész, feleség vagy, anya vagy, társ vagy. Tehát ezek a szerepek, ezek pillanatonként változnak. Hogyha itt voltál esetleg egy órával ezelőtt, én akkor technikai munkatárs voltam az előadónak. Aztán megjött az előadó, és a technikus eltűnt. Csak a segítők maradtak. Nem sokára sofőr leszek. Utána nem sokára hazamegyek, és akkor megint az apai szerepemet fölveszem, meg a férjét is. De a rendező, az nem lép a színpadra. Annak nincs jelmeze. Annak nincs teste. És ezért kell a rendezőt megtalálni úgy, hogy tudod, hogy nincs színpadon. Tudod, hogy szem nem látja, fül nem hallja, nyelv nem ízleli, stb. Stb. Ismerős ez? Tessék utána nézni, hogy hol vannak még ilyen negatív definíciók. Két helyet javaslok, Szókratész és az Ótestamentum. Tessék jól belenézni. Találsz ilyen helyeket. Úgyhogy a ki ez, vagy ki vagyok én, az az kezdeti kérdés. Ezzel két baj van, a ki, meg az én. És utána, hogyha ezt a kettőt ki akarod iktatni, akkor marad a mi ez. Ez koreaiul a hua du, a jelenségek feje, vagy eredete. Hua, az a jelenség, virág is, a du pedig fej, vagy eredet. És a koreai szerzetesek tartják a hua dut, egyike elmondta nekem, hogy csak tedd ide a vadut magad elé a padlóra, minden más illúzió. Oké, ez rendben van, csak hogy tudod ezt kivinni az utcára, a padlóra? És ez az, amikor a kérdés eljut a nem szóbeli fázisig. Tehát mondhatod egy ideig, hogy egyenesen, 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 aztán csak mutatod. Ezt taxissal ne csináld, mert nem szereti. Neki jó, ha mondod. Leginkább most beüti a naviba a címet, és akkor mentek. De az univerzumhoz nincs navigáció. A zennek egyetlen egy navia van, ébredj föl és segíts másokon. Ehhez kell a kérdés.
Tehát elérhetsz egy olyan nonverbális állapotot a kérdéssel, hogy most is megvan. És az elme nem teszi fel azt, hogy mi ez, de a tudat éli ezt. És hogyha eleget meditálsz, eleget gyakoroltok, akkor ez a tiétek lehet, mert maga a lényeg mindegyikünkben megvan, csak eljutunk-e odáig, vagy leragadunk a jelenségeknél. Ez a kérdés. Úgyhogy tessék gyakorolni a mi ezt, és akkor nyilvánvalóvá válik itt és most, hogy pont ki vagy. Oké? Okay? Oké, okay, köszönöm. Nagyon szívesen. És ha nincs, akkor én még ja, van, jó. Akkor nem. Ott van már nálad, hát mondjad. Mi az életem értelme? A társad itt van valahol? Itt van mellettem. Engem szokott a feleségem így szólt, hogy életem érte, akkor tudom, hogy valamit kérni fog. Mert én azt gondolom erről, hogy a tapasztalásaink az életben. Akkor engem miért kérdezel, tudod? De hogy kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt. Elmondjam? Uh-huh, igen. Szakbarbár lesz. Nem baj. Jó. Én önmagában az egész élet és halál körforgásnak egy szemernyi értelmet nem tulajdonítok. Aha. De értelmetlenséget sem. Értelmes dolog az, hogy az ég kék. De értelmetlen sem. Tehát Sung San Sen mester azt mondta, ha ránézel az életre, eredetileg nincs célja, nincs oka és nincs értelme. De ha megtapasztalod igazi önvalód, akkor a nagyszerű értelem, nagyszerű ok, nagyszerű cél megjelenik. Azért szakbarbára válaszom, mert én eddigi felnőtt életem során, zen gyakorlatom során nem találtam jobbat, mint hogy ébredj föl és segíts másokon. Nekem ez lett az élet értelme. De nem akarom, hogy mindenkinek ez legyen, találd meg a sajátodat. De tiszta tudat nélkül ezt nem leled. Tehát valamilyen tiszta tudat kell hozzá, és kiderül, hogy amilyen tiszta tudatod, olyan magas szintű értelmet tudsz találni. Tehát nagyon egyszerű, hogy ha a tükör koszos, akkor a kép is elmosódott. Ha a tükör tiszta, nagyon világos a reflexió. Úgyhogy felébredett tudat nélkül nem lehet érdemben segíteni másokon, csak mindig foltot varni a karmára. És hogyha te tényleg szeretnél segíteni, és tényleg szeretnéd a saját utadat is megfelelően járni, meg segíteni másoknak, akkor valamilyen szintű tiszta tudatra szükség van. Ez az alap. Ezen kívül bármilyen értelmet. Tehát most mondok egy példát, hogy a tan hány oldalról és hány módon tudja ezt megközelíteni. A Mahajánában, és szerintem a Téravádában még nagyon komolyabban, ki van mutatva az, hogy ha te megszületsz, az már hiba. Tehát annyi karmád van, hogy nem tudtál nem megszületni, ilyen gyönyörűséges, buddha, bodhiszattva, virtuális állapotban megmaradni, neked meg kellett születned, mert vágyaid vannak, meg haragod van, meg téves nézeted, meg énképed, és az kellett egy test, és ezt te fölvetted, és szenvedni fogsz, és szenvedtetni, és akkor gyakorolj. Na ebből mi következik, hogy gyakorolsz? Az egész a visszájára fog fordulni. Hogy a szenvedés mellett akár boldog is lehetsz, és segíthetsz másoknak is boldog lenni, de csak akkor, hogyha tapasztalsz. És az, hogy hiba a születés, mert a karma itt van, hát ugye a karmának a harmadik nagy tulajdonságát szeretném most megosztani, a tökéletlenség. Tehát az egyik a mulandóság, a kölcsönös függés és a tökéletlenség. Ezen tapasztalatok nélkül, uram, bocsá, hogy ébredhetnénk föl? És gondold el a szülőnek, főleg a buddhista, azt a dilemmáját, hogy most nemzek gyereket és hozzak le még egy szenvedő lelket ide? Hogy? Úgy, hogyha ezt visszájára fordítod, és a gyakorlás szempontjából nézed meg, valakinek, hogyha karmája van, test kell, hogy éljen. Hogy megtalálja a tanítót, a tanítást, a tanítványi közösséget, és felébredjen. Tehát, hogyha te már gyakorolsz, és létrehoztál egy olyan környezetet, ahol mondjuk egy felébredettebb állapotot el lehet érni, akkor vállalhatod azt, hogy egy vagy több léleknek testet adsz, hogy ők is elérhessék a felébredést. Ugye, hogy mennyire más? Tehát nagyon fontos az, hogy
teremtettnek lássuk a valóságot, és mi magunk elfoglaljuk a teremtő pozíciót. Ez az értelme. És ekkor olyan értelmet adsz neki, egyebet, amilyet akarsz. Mert az alapok világosak. Világos, hogy el kell érnünk a felébredést ahhoz, hogy tiszta tudattal bírjunk, és az önzetlen segítség a saját megszabadulásodnak az előfeltétele. Nehogy azt hitt, hogy ezt ilyen kis sufni munkában, egy ilyen kis remetelakban te körömreszelővel a karmádat majd el fogod porlasztani. Nem. Láttam ilyen kísérleteket, mind magánnyal, kudarccal, félőrülettel vagy teljes őrülettel végződtek. A legszebb az volt, amikor 4 éve magányosan gyakorló szerzetest a tanítója lehozta csoportosan hozzánk Szöulba, Tájföldről, idvezült mosolyal ült, elképesztő jó jelenléte volt, és nem csinált semmit, de semmit a 12 óra alváson kívül. Tudod, tehát ez nagyon-nagyon komolyan el tud szállni, hogyha valaki nincs kőkeményen fölkészítve mondjuk egy szóló gyakorlásra. Úgyhogy adj értelmet, de tudd, hogy az univerzumnak semmi olyan kötelessége nincs, hogy számodra értelmet adjon. Számodra értelmes legyen, hogy az ég elmagyarázza, hogy ő miért kék. Azt tudtad, hogy az ég nem mondja, hogy kék? Azt te mondod, meg én, igen. Meg mindenki. Ezt megtanították. Igen? Ki? Hát biztos gyerekkoromban megtanították, hogy az kék, meg az piros. Meg. Pontosan. De azt nem tanították meg, hogy az ég nem mondja, hogy kék, csak mi mondjuk. Na, ahhoz kellett a zen. Egyéb kérdés? Autista lakóotthonban van a hivatásom. Van szembósza. És segíteni szeretnék, és szeretem a munkámat, de néha előfordul, hogy annyira hiába valónak érzem, és igaz-e az a dolog, hogy ők önként vállalták ezt a karmát? Azért ennek jóval több összetevője van. Senki sem akar egy ilyen szenvedésteli állapotba önként belépni. Itt a külső kondicionálástól kezdve a saját mentális állapotukig ez egy nagyon összetett karma, és én nem is erről szeretnék beszélni, mert ezt csak akkor lehet látni jól, hogyha előtted van a lény. Mindenkinek más karmája van, de nagyon hasonló mentális állapotban vannak, ezért gondozod őket. És a nagyon fontos tanítás itt az, hogy az együttérző szeretet az minden falat át fog törni. Szépen, kíméletesen, lassan, de ne várj eredményt. Nem tudod, hogy az a mag mikor fog kihajtani abból a földből, amit egy traktor szétszántott. Tehát van az elmének egy ilyen baja. Nagyon régen olvastam egy tanulmányt, kiderült, legalábbis az USA-ban, ahol ezt elvégezték, hogy bizonyos ételtípusok, tehát a magas cukortartalmú, erősen feldolgozott ételek, autista hajlamú gyerekekben elképesztő rontást tudnak tenni. Tehát már az étrend, tehát átálltak normál, elkészített, friss étrendre, és az autizmus nagy része elment. És ez gyakorlatilag csepp a tengerben, nem vagyok szakmabeli. Egy csomó mindent nem tudok, mert nem tudhatok. És nézd meg azt, hogy mennyiféle faktortól, karmától, októl függhet az, hogy valakiben ugye, kisgyerekként kialakulhat ez. Tehát egy nagyon durva leegyszerűsítésnek, és valahol egy kegyetlen mondatnak érzem azt, hogy oké, ezt ők vállalták. Nem, ezt tudatosan senki nem vállalja, viszont ebbe a helyzetbe került. A karma kondicionált, mulandó, és a tökéletlen itt azt jelenti, hogy eredetileg tulajdonság nélküli. Tehát teremtsd meg a tulajdonságát, és mint gondozónő meg is teszed. Nézd meg, hogy mitől függ. Most beszéltem egy valamiről a tengerben, csak az étrend. De a figyelem, a szeretet, a tudat tárgyai, a tér, minden, amitől az ő elmeállapota függ, ezek módosíthatják, újra kondicionálhatják. Mert itt is a karma változtatható állapotáról kellene inkább tudnunk, semmint arról a karakterről, vagy éppen énségről, amit behoztak abba az életbe, és a jelenlegi körülmények között úgy hívják, hogy autista. Tehát, ha segítesz, és a legjobb tudásod szerint teszed, semmilyen egyéb dologra nincs szükséged. Az, hogy a kicsi lélekben mikor mutatkozik eredmény, ezt nem tudhatjuk. De hogyha kitartóak vagytok, mert ugye nem egyedül vagy, mint gondozó, akkor lesz eredmény.
mert a karma teremtettsége is hordozza ugyanezt a törvényt, amíg valamibe energiát és információt teszel, azt teremted, újra teremted, megtartod, megint teremted, megint újra teremted, és ez a biztosíték arra, hogy lesz eredmény. Mikor látod? Nem tudjuk. Melyik életében jön elő? Nem tudjuk. Ebben az életben, öregkorában? Nem tudjuk. Fiatalkorában? Nem tudjuk. Csak legjobb tudásunk és együttérzésünk szerint tesszük bele az energiát. Miért? Az egyetlen egy biztos kudarc, ha feladjuk. És kész. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szépen. Nagyon szépen, sok erőt kívánok hozzá. Én azt szeretném kérdezni, hogy felül tudjuk-e írni a karmát. Tehát mondjuk, hogyha például egy idő után rájövünk, hogy elég sok sorscsapás ért minket, de mondjuk felnőtt fejjel elgondolkozunk, hogy vajon miért születtünk egy olyan családba, ahol nem szeretett a saját anyukánk, apukánk, balesetek, megalázások, stb. Hogy vajon milyen, mit követtünk el vajon korábbi életünkben, vagy pedig, mondjuk én most elgondolkodtam x idős fejjel, hogy mennyi hibát követhettem el az életemben, és én felajánlottam a sok rossz közepette pár évvel ezelőtt az univerzumnak, hogy felajánlottam, hogy jó leszek, mert nem bírom tovább ezt a sok rosszat, ami történik. Hogy felül tudjuk-e írni azzal, hogy rájövünk arra, hogy vagy mi esetleg még a korábbi életünkben, vagy pedig még a mostani életünkben, csak még nem voltunk rá eléggé tudatosak, felismerjük, hogy mennyit hibáztunk. Mi a sors? Mert most végteleníted a kérdésedet. Ne végtelenítsd, mert akkor a karmád is végtelenné válik. Tehát azt akartam csak mi a sors? Én kérdezlek, hogy segítsek. Mi a sors? Hát a sors szerintem egy olyan megtapasztalás, amit átélünk, és az lehet jó, lehet rossz, lehet bármilyen. Tehát szerintem minden, ami velünk történik, az a sorsunk maga. Amit szerintem, hogy ha kellően tudatosak vagyunk, akkor mi is tudunk rajta változtatni. Ebben hiszek. Oké. Okay. Mi lesz a sorssal, ha változtatsz rajta? Attól függ, milyen irányba indulok el? Nem. Akkor lesz a sorsból út, hogyha tudatosan változtatsz a karmádon. Ha nem változtatsz a karmádon, akkor az sorsszerűen, tehát végzetszerűen érvényesül rajtad. Ha változtatsz a karmádon, akkor abból út lesz. A másik kérdésem. Felajánlást tettél az univerzumnak. Elfogadta? Azt is mondhatjuk, mert igazából... De ne! Ne mondhassuk! Ne mondhassuk? Mondott neked valamit az univerzum, vagy nem? Nem az, hogy mondhatjuk. Nem, megajándékozott például egy lakással, tehát kiszabadultunk a gyerekekkel az albérletből. Istenem! Te! Nem vagy egyszerű lélek, hallod? Az univerzum helyett mondjuk egy macskának tegyél felajánlást, tej és macskakaja formájában. Legyél legyészes konkrét. Tehát az abstrakciók felhőjében szenvedsz, és azt hiszed, hogy rossz sorsod van. Tehát tessék visszatérni a földre, és tessék egy másik ember vagy egy állat szemébe nézni, és szeretetteli együttérző kapcsolatot létesíteni vele. Ez már kezdi oldani ezt a karmát. Van neked ilyen most az életedben? Hát én... Na, épp ezt akartam mondani, hogy én felajánlottam az univerzumnak, hogy ezentúl jó leszek, soha többet nem követek el hibát, csak hogy megszakítsuk ezt a rengeteg rosszat, és én gyógyítóként dolgozom, tehát próbálok embereken segíteni, vagyis hát azt teszem, ez a munkám. Én a társkapcsolatról kérdeztelek, nem a gyógyításról. Azt hiszem feladom. Még egyszer? Azt hiszem feladom. Feladod? Uh-huh. Ez rossz sors. Ne add föl, mert ha föladod, akkor minek jöttél el? Minek foglalkoztam veled az elmúlt 3 percben, hogyha föladod? Egyszerűbb elme, erősebb középpont, világosabb döntések kellenek. Rendkívül bonyolult, ahogy most az elméd működik. És az önfelmentéstől kezdve a különböző fixa ideáig minden van. Tehát tessék magadat meggyógyítani ezekbe. Jó? Jó. Hogyan tudok helyesen rámutatni a másik ember nem tisztán látására? Úgy, hogy megkéred, hogy kérlek taníts. Mindenki fog jönni.
nem ezt vártad, mi? Valahogy nem. Hanem valami kíméletes kis kritizáló technikát, hogy jaj, nem tudom, hogyan mondjam el neked, amit nem lehet, de most megpróbálok cukorgombóc módon így beleszúrni a bordáit közzé. Á, felejtsük el. Kérlek, taníts! És amikor elmondta azt, amit nagyon nem akarsz hallani, meg nagyon téves, meg nagyon rosszul látja, akkor visszakérdezte, hogy ezt szeretnéd tanítani? Akkor lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Á, dehogy! Csak most más választ szeretné hallani. Gyerünk! Na, meselkedjél neki! Mondjuk van egy adott szituáció, és én látom azt, hogy az az ember egyszerűen nem látja, hogy miben van benne. De én se látom, mert adott szituáció, meg az az ember, ez két akkora absztrakció, hogy kezdő tanító legyen a talpán, aki erre válaszol. De ez a haladott, rutinos, ami nem én vagyok, ez nem fog ilyesmire válaszolni. Legyél meccően konkrét, Adri. Okay. Nem itt találkozunk először, zent is gyakoroltál. Tehát most legyél nagyon konkrét a kérdése, vagy mosolyogjál tovább csendbe. Mondjad. Jó, akkor anyukámnak van egy betegsége, bipoláris depressziós. És a sok gyógyszertől, tehát nem látja úgy a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. Uh-huh. És nincs kivel beszélgessek, mert mondom neki a dolgokat, és nincs befogadó. Vagy ha be is fogadja, amit mondok, akkor nem azt hallja meg, amit mondok, hanem azt, amit ő meg szeretne Na, hallani. Na, most vagy konkrét, együttérzésem, és nézd meg azt, hogy pontosan mi az, amit mégis befogad. Tehát általában anyukáknál a legfontosabb ilyen közös terület az az evés. Tehát az, hogy a gyermeket táplálja. Te vagy a gyermeke. Engeded, hogy egy kicsit főzzön neked? Korábban engedtem. És most miért nem? Mert nem beszélek vele. És miért nem beszélsz vele? Hát mert most ezt a határt húztam magamnak. Mert nem volt most, vagy ezt választottam, mert választásunk mindig van. Szerinted jól választottál? Már sok mindent megpróbáltam, ami nem működött, és saját magam miatt ezt kellett. Meg akarod győzni édesanyádat valamiről? Nem. Akkor miért ne beszélgetnél vele? A beszélgetés ilyenkor a szeretet kifejezése, és tessék olyan témát választani, aminek semmi tétje nincs. Nem semmit mondó, de nincs tétje. És tessék arról beszélni vele, amit már tud, amit ismer. Ez kegyetlenség, hogyha ezt a kommunikációt azért lezárod, mert anyuka nem azt mondja, nem azt gondolja, amit te szeretnél. Van annyi együttérzés, hogy bármiről tudjatok beszélni? Nincs. Van annyi együttérzés, hogy valamiről tudjatok beszélni, aminél megvan a híd? Annyi kell, hogy legyen. Tehát ahogy öregszünk, pontosan annyira szűkül le a tudatunk, amennyire megengedjük. És nézd meg, az ő generációja nem önismereti tréningekre járt fiatal korában, felépítették az országot. Túlélték a háborút. Túlélték a rendszerváltást. Tehát ne vádold azért, hogy nem azt tudja neked mondani, nem azt tudja befogadni, amit te szeretnél. A lánya vagy, és az alapvető hála kifejezése mondjuk azért, hogy életet adott és fölnevelt, az az, hogy teljesen tétmentes témákról beszélgetsz vele. És ez már a szeretet. Tessék megpróbálni, hogy ne később okold magad, mert ha ő kiszáll ebből a testből, akkor már ez nem lehet. Most tessék változtatni rajta. Jó? Jó, köszönöm. Szívesen. Az első gyermekem szülésénél nagyon traumatikus volt az élmény, és úgy éreztem, hogy nem tudom befolyásolni. Megszületett egészségesen Igen. a kicsit? Te is egészséges vagy? Mondhatjuk. Akkor minden rendben. Te, amikor ott üvöltesz izzadtan, extatikusan, és az oxitocin csöpög, akkor semmit nem tudsz befolyásolni, de egyet igen, a jelenlétedet. Tehát maga az, hogy mi történik érzékszerűleg, materiálisan, nem.
azért van ott a szülész, a nőgyógyász, apuka, hogyha nem ájult el, stb. Stb. Nekem az lenne pontosabban a kérdésem, hogy akkor ott úgy éreztem, hogy nem tudok magamon segíteni, és vagy rajtunk, és a kedves barátaimon kívül tényleg nem, úgy éreztem, hogy nem volt magamra ráhatásom. Viszont a második gyermekem, mert nem hamarosan fogom megszülni, és minden követ megmozgattam, hogy otthon szülessem meg bábával, és... Akkor is a te jelenlétet fog számítani, a te tudatosságod, és úgy adj életet, hogy te biztonságban érezd magad, és a születendő gyermeket is. Ez a legfontosabb. Ezt szerettem volna kérdezni, amire most választ kaptam, hogy miben tudok segíteni magamon és rajta. Két dolog. Az egyik, hogy legyél nagyon erős és tiszta belül. Tehát az életadása, kedves hölgyeim, akik már túl vannak rajta, nagyon kemény dolog. Tehát a halállal néz szembe az, aki életet ad. Aki ezt nem fogta föl, az a gyermekáldásról semmit nem tud. Másik, hogy ismerj meg okozati síkon mindent, újra, ha kell, ami a születéshez kell. És akkor nem fogsz olyasféle kisebbségi érzéssel szembenézni, hogy mint anya nem tettél meg mindent azért, hogy a gyereket szép-szép és a többi jól szülessen. A másik, tessék apukát nagyon magad mellé állítani, és az a jó, ha ő ott van, ugye minél közelebb. Tehát, hogy éppen a szülésznek kell így félre tolnia, hogy apuka, ezt most én csinálom. Igen, most lesz lehetősége ott lenni, az első gyermekemnél nem tudott, viszont most lesz lehetősége így ott lenni. Legyen, a gyereknek is számít. Igen. Úgyhogy aranyóra az hármas. Rendben. Apuka köszönöm. Is legyen ott, beöltözve, ő is vegye a karjába, miután anyukán rajta volt, stb. Tessék az aranyórát kikérni. Rendben, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nem svájci, most nézel rám, hogy milyen aranyóra. Így. Hihetetlenek vagytok. Milyen aranyóra? A legszentebb aranyóra a világon. Ugye? Vannak olyan kultúrák, ahol ezt nem engedik. Nem mondom, hogy melyik ország, de vannak olyan magukat fejlettnek mondó ország, hogy azon nyomban anyától el, különböző inkubátor, meg szülészet, meg nővérek, meg egyebek, és a gyerek akkor átperecel, olyan traumája lesz, hogy senkiben nem fog bízni. Senkiben. Oké? Okay? Tehát tessék kikérni ezt, hogy a gyerek minél kevesebb szenvedéssel jöjjön a világra. Oké? Okay? És akkor egészséges lesz. És az egészség azért kell, hogy ne szenvedjen és szenvedtessen. Egyéb kérdés? Valaki rosszul lett. Az lenne a kérdés, hogy ezt közösen teremtettük, legalább a nem. Csoportnak az 51%-a gondolt olyanra, hogy kevés a levegő, vagy hogy 51 miért? Százalék? Azt mondtad? Hát azt mondjuk több, mint, az öt. Vagy egy tulajdonosi szerkezetben rejtetted el magadat. Igen. Sajnos vállalkozók vagyunk, hogy egy... Nem. Tehát, igen. Kérdésedre válaszolva, a hölgynek az volt a karmája, hogy egy kicsit hipoxiás állapotba került, a miénk az, hogy elszívtuk a levegőt. Tehát itt volt egy olyan érzékenység, ami miatt egy átmeneti ájulás következett be, itt mindenki tette a dolgát. Ez nagyon fontos, hogy helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés. Tehát azt néztem csak, hogy bárki bepánikol-e, elindul-e egy egótrip, akár oda, akár vissza, nem, mindenki világosan jelen volt és tette a dolgát. Úgyhogy igen, ez közös karma, az előadás elején ez történt. De ez nem egyenlően oszlik el, nem százalékosan, ugye, hanem az történt, hogy az oxigénszegény állapot ugye elvitte a jelenlétet, és mi oxigén jelenlétet teremtettünk, magyarul segítettünk, kinyitottuk az ablakokat, stb. Úgyhogy ez ennyire egyszerű. Helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés per együttműködés.
És ez az együttműködés, hölgyeim és uraim, ez egyik legnehezebb dolog, mert általában a saját véleményeink, a saját én falunk szokta azt az együttműködést megnehezíteni, vagy lezárni. Ez csak így lehet, ahogy én mondom. Nekem mindig igazam van, meg ilyenek. Hát Szungzán Zenmestert megkérdezték, hogy mi a nehéz gyakorlat. Azt mondja, ne hozz létre a nehezet meg a könnyűt. Csak csináld. De, mester, hát mondja már meg, hogy mi a legnehezebb gyakorlat. A száznapos szóló elvonulás? Nem. Az olyan, mint egy vakáció. Időrend van, étrend van, fölmész a hegyre, ott a hátizsákod, megcsinálod a száznapost, úgy, ahogy eltervezted és megbeszélted a tanítóddal. Ha elbuktál, fölállsz, semmit nem hozol le a hegyről. Darma vakáció. Akkor a 90 napos csoportos elvonulás, az a nehéz? Ó, nem. Az olyan, mint amikor hajóra szállsz. Itt vannak egyen ketten, akik hajóra szálltak. És a kapitány az vezeti a hajót, a szakács főz, a matrózok sikálják a fedélzetet, vitorlásmester húzza föl a vitorlákat, mindenkinek megvan a dolga, és a bölcsesség hajója a karma óceánján hajózik 90 napon át, aztán visszatér a kikötőbe, és mindenki kiszáll. Akkor a templomi élet a nehéz. Azt mondja, hát az a legjobb, hát az a transzcendens és a világi együtt, hát a templomi élet az nagyon jó, ugye világiakról beszélünk. Akkor mondja már meg, mester, hogy mi a legnehezebb gyakorlat. Ja, az együttműködés. Nézd meg, hol nem tudsz együttműködni valakivel? Hol van a falad? Hol félsz? Hol vádolsz? Hol zártad le magad? Nem akarok tudni rólad! Ne gyere közel! Ja, hogy a családtagom vagy? Bocs. Egyéb kérdés? Mennyire fontos, hogy fontosak legyünk magunknak, hogy... Tehát én nagyon szeretek segíteni másoknak, és nagyon békét és harmóniát érzek, mikor valakivel jót teszek, akkor azt érzem, hogy a helyemen vagyok, viszont sokszor ágaskodik bennem az, hogy de hát én hol vagyok ebben a történetben. Hiszek abban, hogy nem szenvedni jöttünk, és ha nehézségek vannak az életben, azt is kellő optimizmussal és derülátással, vagy legalábbis látni az utat, az út végét legalábbis. Mitől félsz? Hogy nem vagyok elég jó. Ezért akarsz fontos lenni magadnak? Ez a megfelelési kényszer, és itt a kényszert húzom alá, ez minden szenvedésednek a gyökere, ez anyasebb, anyai vonal. Tessék ezt meggyógyítani belül, és akkor kiderül, hogy más ember legyen fontos neked, ő neki pedig te légy fontos. És ekkor el tudod érni. Jó? Egyéb kérdés? Ott hátul. Ha az embernek az életében vannak elakadásai, akkor hogyan tudjuk, nem azért, mert más azt mondja, hanem legbelül átérezni, hogy számunkra mi a helyes és mi a helytelen döntés és lépés, illetve az elakadásának az okai, vagy az életben felmerülő félelmek, ragaszkodásnak a tudat alatti okai. Elakadtál? Igen. Miben? Sok mindenben. Ha ilyen mosolygósan mondod, hogy sok mindenben, akkor semmiben nem akadtál el. Akkor a változás, ami engem szolgál, mert akkor inkább úgy fogalmazok, hogy sok esetben az állóvizet taposom, hogyan tudnám nyitottabb szívvel megélni, befogadni, és felismerni, hogy milyen irányba induljak, hogy mi a helyes és a helytelen. Az életünkbe általánosságban véve, hogy számunkra mi a helyes nincs és a helytelen. Nincs általánosság, itt most csak te vagy. Akkor számomra. Számodra? Az a baj, hogy nem szenvedsz. Ez az elakadás problémája. Kimered tenni az elakadás jelző háromszöget a járműved mögé körülbelül 15 méterre? Magyarul tudatában vagy a problémának? Igen. Mi az? Ez volt az első apró kérdésem, hogy a tudat alatti. Igen, akkor nem vagyok tisztában vele.
most kerülött ki pontosan, ezzel a mosolygós, fényes homlokú, nevető szemű jelenléte most kerülött ki. Mersz vele szembe nézni? Valószínűleg nem. Akkor miért kérdezel? Segítsek szembenézni vele? Igen, vagy eszközt, vagy módszert adni hozzá, hogy nem fogok. Egyszerűbb. Nem fogok, mert nem vehetem át a karmádat. Nem vehetem át a szenvedésedet. Nem vehetem át a tisztánlátásodat. De most erről a helyről tudod, hogy hányan segítenének neked, és elmondják, és megszemélyesítik, és kommunikálják. És én nem akarom ellopni a szemedet, a füledet, az értelmedet, és ezért teljes együttérzéssel azt mondom, hogy nem segítek rajtad. Majd köszönöm. A szenvedésed, az elakadásod fog. És hogyha az elakadásod már olyan mértékű, hogy egy kicsikét a komfortzónádból kijössz, majd akkor. Köszönöm. Nem adtam semmit. De. Na, ez jó. Mit adtam? Mit adtam? Választ. Mi volt a válaszban, amit megköszöntél? Mondd. Azt, hogy ezt nem testálhatom másra, hanem a saját tapasztalataim. Oké, okay. Emögött mi van? Mert végre érett leszel a válaszadásra. Emögött szabadság és felelősség van egyszerre. Nem veszem el a felelősségedet, mert tisztelem a szabadságodat. És hogyha gyakorolni szeretnél, gyakorolhatsz, de nem hiszem, hogy még lenne kellő motivációdra. Van? Szerinted? Akkor még nem elég erős az elakadás. Majd szólj, ha az lesz, jó? Jó, köszönöm. Melletted? Én is valahol ezen a szinten mozgok, mert úgy érzem, hogy elakadtam valahol, mégpedig olyan szempontból, hogy van egy olyan testi tünetem, ami folyton-folyton visszatér. És én úgy érzem, hogy valahol ez ilyen elakadást jelez. Ugyanazt az utamon... a háromszöget ki kell tenni rá. Értem. Mi a testi tünet? Hát emésztési problémák. Görcsök, hol hasmenés, hol szorulás, tehát ilyesmi. És én ezt ennek tulajdonítom be, hogy... Gondolkodás nélkül mondd el most a legnagyobb érzelmi problémát, amit nem tudsz megoldani huzamosabb ideje. Párkapcsolat. Na, mi az elakadás, mondjad? Hát ez az, amit nem tudok, de lehet, hogy csak oda vetítem én ki. És én érzem úgy, hogy ezzel van a probléma, és mégsem. Mert hogy lehet, ugye... hogy ott keresed a problémát, ahol nincs. Aha. Ez azért baj, mert akkor csinálsz egyet. Uh-huh. Szoktál néha javítani ilyen helyzeteken, hogy még jobb legyen? Rengeteg munkát belefektettem egy időbe. Akkor ezt most szüntesd meg. Mert megszüntettem. Mert egy helyzeten, hogyha állandóan javítani akarsz, akkor sose lesz meg. Érted? Félsz a befejezés? Ja, nem. Abszolút nem. Á, dehogy. Nem is. Jó. Tehát, hogyha állandóan javítunk egy helyzeten, egy kapcsolaton, egy satöbbin, akkor az sosem nyugszik meg. Tehát ilyenkor a maga ilyenségében tudomásul kell venni a helyzetet. Tehát a fal az függőleges, a padló vízszintes. Tehát a karmát úgy kell először is meglátni, ahogy van. Ez egy társ esetében a legnehezebb. Általában úgy látjuk a társunkat, ahogy mi szeretnénk, de nem úgy, ahogy ő szeretné. Tehát Tominak így ilyen együttérzésem, de neked is, mert a 35 év alatt ez hányszor fordult elő, hát ez valami számolhatatlan. Tehát a maga ilyenségében a helyzetet tessék tudomásul venni, ez nem passzivitás. De úgy lásd a helyzetet, a kapcsolatot és benne a párodat, ahogy ő van. És azt a gyönyörű közös irányt, amit ezzel a pékséggel fölvettetek. Ez gyönyörű. Igen, ezek egyébként nem nagy dolgok, ezek a problémák, mert... Akkor maradjanak kicsik. Kicsik. Hogyha hangsúlyt teszel rájuk, akik nagyon nagyot nőnek. Figyelted az önbeteljesítő proféciák működését? Igen. Jó, akkor tartózkodj tőlük.
Jó. Hónap ott vagyok. Csináltok okay. valami finomat. Rendben, várunk szeretettel. Nagyon köszönöm szépen. Egyébként egy picit a kemencére visszatérve, nézd meg az eredetét. Tehát azért, hogy legyen miből ebédelni, holnap elmondom, hogy az a kérdés, hogy mi ez, honnan jön, az egy gyönyörű tárgyas meditáció, és rávilágít a probléma eredetére. Ez fontos. Következő kérdés? Mikor tudom, vagy tudhatjuk azt, hogy mondjuk felébredtünk, mert mik vannak olyan napok, amikor mondjuk úgy tiszta a tükör, a következő nap meg igencsak koszos, és le kéne törölni, tehát az adott pillanatban nem látok rá a működésemre. Két nagyon fontos paraméter van. Az egyik a tanítód. Tehát ezt, ahogy nagyon sok videóban mondom, sufni tuningban nem gyakoroljuk. Kell a tanító, tanítás, tanítványi közösség. Ez a hagyomány. És hogyha ezt csinálod, akkor a tanítód is mondja, hogy na most nem erre, hanem arra. Ezt a karmát hagyd el, a másikat egy picit műveld. Most eddig így meditáltál, utána meditálj egy kicsit úgy. Tehát a tanító itt nagyon fontos. A másik, amit saját szemeddel is láthatsz, hogy mennyi hibát vétesz. Tehát, hogyha kevesebb hibát vétesz, akkor tisztább a tudatod. És itt meg kell állni. Vagyis az énnek a legnagyobb trükkje az, hogy elmondja, hogy te Buddha vagy. A másik trükkje az, hogy elmondja, hogy te soha nem leszel Buddha. Tehát az önminősítés az, amikor bizony a strádán keresztbe áll a kamion, és nem tudsz tovább menni. Tehát ne minősítsük magunkat, és ne gyártsunk önképet a gyakorlatunkra, de lássuk a karmánkat. Lássuk azt, hogy itt, most mit mondok, mit teszek, mit érzek, mit gondolok. Ez szenvedést okoz, vagy boldogságot? Ezt kell figyelni. De közben nem gyártod le azt az önképet, hogy nekem tiszta a tudatom, mert már ez a mondat bemocskolja. Értjük? Tehát a tisztán látás önkép nélkül. Ezt kell követni. Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy 11 éves gyerkőcnél hogyan tudom egy picit, ugye még ők azért annyira nem tudatosak, de látom a karmáját, látom azt, hogy milyen elakadásai, milyen frusztrációi, problémái vannak, és hát mint édesanyja szeretném őt segíteni. Az édesapa melletted ül? Nagyon örülök. Ő is nagyon-nagyon szeretne segíteni, és azt hiszem, hogy ő sokkal jobban tud, mint én. És az lenne a kérdésem, hogy náluk mi az, ami úgy tényleg hat? Vagy 7, vagy 8. Hát figyelj, benne vagytok a pubertás sűrűjében, és ilyenkor ugye minden felfordul. Felfordulhat. Az igazi kérdés, hogy az ezt megelőző 10 évben milyen alapokat raktatok le. Most kell oda visszamenni, és az apa csinálja az apa dolgát, az anya csinálja az anya dolgát, és amire a gyerek tényleg hallgat, az a kettőtök közti szövetség. Ha ez erős és törhetetlen, akkor a gyerek nem talál rést. Mert ilyenkor kezdi a kis individuumát úgy élni, hogy elkezd hibát találni a szülőkben, a szülők közt, azért, hogy a kis egyénisége az valamilyen választ kicsaljon, ami eddig nem volt. Apukát is átalakítsa, anyukát is átalakítsa valahogy, és ez a pubertáskori ugye individuációs kísérlet, ez nagyon erős tud lenni. Amit akarsz, az párosodjon azzal a kérdéssel, hogy kivé akarsz válni. Nézzétek meg a kettő közti összefüggést. Mit akarsz tenni, mit akarsz mondani, azzá válsz. Ha ezt gondolod, ilyen ember leszel. Ha így beszélsz, ilyen ember leszel. Ilyen szeretnél lenni? Nem tudom. Akkor meg kell mutatni a társaságot, ahova kerülne, ha így cselekedne, ha így beszélne, ha így gondolkodna, ha így érezne. Tehát tessék több példányban megmutatni a karmájának az eredményét. És amit én eddig láttam, hogy nagyon jól működik, az a tapasztaltatás. Tehát, hogy helyzetbe hozni. Tehát ne pusztán tőlem tanulja meg, ne pusztán azt akarjam, hogy higgyel, amit mondok, hanem a saját tapasztalata győzze meg. Tehát olyan helyzetbe hozom, hogy a tapasztalat tanítsa.
És ez védhetetlen. Ez meg is van, sőt, saját magának csinálja a helyzeteket sokszor. Jó. Önveszélyes módon, vagy nem? Hát még azért önveszélyes módon nem, de hát szeretnénk megóvni, mint szülők. Nem tudjátok. Nem mindentől, nyilván. Nem, hogyha meg akarod óvni, pont ellene fog menni. Nem azt mondom, hogy tedd ki veszélyhelyzetnek, hanem tedd felnőtté azáltal, hogy az okot és az okozatot megtanítod neki. Hogyha ezt csinálod, ez lesz. Ha itt rosszul döntesz, meghalsz. És mi szeretünk. És nem szeretnénk, hogy ez legyen. Ez az óvás. De hogy a döntés az övé, azt nagyon hamar tudnia kell. És persze be kell építeni biztonsági réseket és egyebeket, ezt tudjuk, de felnőtté kell tenni olyan mértékig, amilyen mértékig tud önállóan gondolkodni, rálát a karmájára, és helyesen tud dönteni. Ezt üveghangra ki kell húzatni. Tehát nem csak tapasztalás, hanem próbatétel, eredmény, meghaladás. Tehát pont olyan nehéz feladatot kell elé állítani, amit még el tud végezni, és hidd el, megtalálja benne önmagát. Hogyha óvod, ha túlfélted, akkor szét fogja törni a kereteket. Az az energia, amivel ő felnőtté emberré akar válni, elképesztő erős. És meg kell nézni, hogy pontosan milyen karmát hozott le, mi az, ami kettőtökből ott van benne, mi az, ami a sajátja, mi az, ami a nagyszülőké. Ez már egy jó térkép, hogy lehessen olyan döntést hozni, hogy megfelelő próbatétel elé állítani. Megfelelő feladat, eredmény, jutalmazás vagy javítás. Pár dolog, nem építünk olyan egoitást, ami a bűntudatra, vagy a felmentésre, a puszta ajnározásra alapul. Egyiket sem. És mindig visszahozni a gyereket a pillanatba. És biztosítani arról a szeretetről, de arról a következetességről is, ami a családban meg kell, hogy mutatkozzon. Az anyája feltétel nélküli szeretet, az apája feltételhez kötött. És ha ezt jól csináljátok, a norma rendszeren, a látásmódon, az erkölcsi és etikai tartáson keresztül ez találkozik, és egy egységet alkot. És ekkor a gyerek nagyon egészséges. És honnan fogom tudni, hogy ezt jól csináljuk? Onnan, hogy a gyerek fejlődik. Ha ti rendben vagytok, a gyerek is rendben van. Akkor a gyerek fejlődik, újabb feladatot kér, olyat kérdez, amire tényleg jó válaszolni, nem kell a rossz társaságtól óvni, nem kell a pótcselekvésekből kiszedni, mert ti rendben vagytok. Oké? Köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés. Nekem 3 szülésem volt, és mindegyik császármetszés, és mindegyik gyermekemet 5 óra után kaptam meg. És mindegyik elaltattak. Tehát én soha nem voltam részese a születésüknek abban a pillanatban. Hogy amit mondtál, az eléggé bennem maradt, hogy bizalmatlanok lesznek életükbe. Ezt lehet enyhíteni, sokkal inkább az kell, hogy az immunrendszerüket egy kicsikét meg kell erősíteni. Figyelni kell az étrendet, figyelni kell a mozgást, figyelni kell bármiféle asztmatikus hajlamot, vagy ilyen szívcsakra, azt mondom, terheltséget. Tehát most már ezzel kell foglalkozni, és nem visszamenni a múltba. Neked és a gyerekeidnek ilyen karma jutott, és ezzel kell most már dűlőre jutni. Azt hiszem, hogy a nagy az már éppen idén krisztusi korba lép, úgyhogy ő már dolgozott magán, sokat is, meg nagyon jó is a kapcsolatunk. Középső is már 30 éves és édesanyja. Aztán a kicsi egy 8 éves, de ő nagyon szorosan anyafüggő. Ne aggódj. Ezeken ők már túljutottak. Ja. Az a fontos, hogy te magadban tedd ezt helyre, hogy mint anya ne legyen kisebbségi érzésed feléjük. Jó? Ja. Ennyi. Csak szeresd és segítsd őket. Jó. Még egyet kérdezhetek, hogy amikor kiszáll valaki a földi létből, az az ő döntése? Nem csak. Ez megint ő és a környezete. Értem. Az egyén és az emberi környezet, meg az, ami ott van. Hát most gondold el, ott vagy egy buszmegállóban, és egy részeg vezető elüt, és te meghalsz. Az nem a te döntésed. Értem. Volt. De az, hogy a buszmegállóban álltál, az a tiéd. Értem. Oké? Okay? Semmi több. Leszületünk ide valamiért, és hogy,
hogy ahonnan leszülettünk is az élet az egy, és maga az a null pont, és itt az, hogy a karmánkat, meg minden egyéb olyan feladatunkat, ami miatt leszülettünk, megoldunk, az azt jelenti, hogy utána abban az egy állapotban ez egy kiterjesztett energiává válik, vagy mi az értelme ennek? Rendszerkényszer van az elmédben. Tehát te ebből rendszert akarsz csinálni, hogy megértsd. Igen, szeretem megérteni a dolgokat is. Nem fog segíteni. Nem. Tehát én szívesen segítenék ellentétben, de nem tudok, mert itt a megértés nem segít. Hogyha egy rendszert segítenék alkotni, akkor olyan lennék, mintha halászhálóval a tengert ki szeretném fogni. A halászhálóval csak halat fogsz. Tehát a rendszernek vannak paraméterei, input, output, eredmény, bizonyítás és egyebek. Matekból jó vagy? Igen. Na látod. Én nem. Azért ülök itt. És nem valahol számolom a pénzt. Hihetetlen. Tehát rendszerkényszer van abban a gyönyörű elmédben, amit apuka is nagyon jól kondicionált, vagy férfi tanár, férfi személyiség. És ezt nem megérteni akar, de ezt lásd. Jelenleg olyan fogalmakat próbálsz összehegeszteni intellektuálisan, hogy hú-hú. És ezt nem össze kell hegeszteni, sőt, vissza kell tenni oda, ahonnan jöttek. És amikor az életre ránézel, nézd befelé, és kérdeznek, hogy mi ez? Mi ez a lélek? Honnan jött? És az egész tájkép megmutatkozik. Megmutatkozik azt, hogy miért születtél apádhoz, anyádhoz. Miért születtél magyarnak? Miért születtél nőnek? Mi a dolgod ezzel? És ezt nem az megértés által fogod elérni. Mit most miért beszélgetünk ilyen lazán és humorosan erről? Nem lehet rá intellektuálisan gombot varni, hölgyeim és uraim. Ebből az álomból kell fölébredni, és áttenni a súlypontot, a hangsúlyt a cselekvésre és a gyakorlásra. A látásra, a gondolkodás helyett. Hogy ne a fogalmi világ hálójával szeressem a valóság tengerét kifogni. Soha nem fog sikerülni. Tehát az ilyen halász, az leteszi a hálót és beúrik a tengerbe. És rájön, hogy teljesen másképp csinálta eddig. Nem csinálta rosszul, de a hálóval csak halat fogott. A tengert soha nem fogja ki. Tessék gyakorolni, jó? Ez azt jelenti, hogy most már ne nyomogassam az entert. Igen, légy szíves. De az escape-et sem. Ki kell kapcsolni a gépet, jó? Tehát nem nulla, nem egy. Akkor mi? Jó? Oké. Ott hátul. 12 éves a nagylányom, és én is küzdök vele egy dologba. Megúszásra játszik, de nagyon komolyan, és nem tudom vele megértetni, hogy nem lehet. Megúszás? Megúszásra. Meg szeretne úszni dolgokat? Így van, abszolút. Úszni tud? Én azt látom, hogy nem. Tehát, hogy igazából megpróbál elkerülni dolgokat, de nagyon gyorsan jelentkeznek a következmények. Mi az, amit nagyon szeret csinálni? Sportolni. Hát figyelj, az tele van ok és okozattal. A sporton keresztül nagyon jól lehet tanítani, hogy mit nem tudsz megúszni. És hogyha a sportban így működik, miért működne másképp máshol? Tehát az ok és okozat törvényét, én tudom, hogy ennek a pubertás szakasznak én, mint apa, még nem vagyok ott, ez még egy jó pár év, de igyekszem a kölköt felkészíteni arra már most, hogy mi a teljesítmény, mi az ok és okozat, mi a szeretet, mi a kapcsolat, mi az önállóság, mi az autonómia, hol kezdődik ő, ugye? És hogyha ezt jól tanítod, akkor nem akarja megúszni. Itt általában az van, hogy látott valahol egy könnyebbik utat, és ezt szeretné. És meg lehet tanítani, hogy mi az, amikor a könnyebbik utat követjük. Milyen eredmények lesznek, milyen emberré válik általa. De a legkeményebb példa, hogy nem lehet semmit megúszni, az az, hogy kiviszed a temetőbe. Hogyha éppen úgy érzed, hogy bírja. És kézenfogva sétáltok, és azt mondod, hogy ők mind megszülettek. Ők mind felnőttek. És amikor az életüknek vége volt, meghaltak. Itt megúszhat bárki bármit. És akkor vissza lehet vinni kisebbbe. Akik sportolnak, azok megizzadnak például, vagy elfáradnak, azoknak mind pihenni kell, megúszhat itt bárki, bármit. Kérdezd meg tőle, édeslányom, mit akarsz te elkerülni? Mitől félsz?
És előbb-utóbb elmondja. Vagy elmondja az anyjának. És akkor megtudod, hogy ez az elkerülés pontosan honnan származik. Mivel nem akarsz szembenézni? Mi az, amiről azt hiszi, hogy erősebb, mint ő? És egy idő után, ha ezt jól csinálod, nemhogy nem akar megúszni semmit, hanem belemegy abba az ok és okozat viszonyba, ami neki kell. Tehát felkészül egy versenyre, megfutja a távot, és elfogadja, hogyha csak ezüstérmes vagy bronz. De legyen arany. Tehát nem megúszni akarja, hanem megtapasztalni okkal és okozattal, tettel és következménnyel együtt, hogy mi az élet. Mert, hölgyeim és uraim, az életet csak élni lehet, hogyha életben szeretnénk lenni. Olyan nincs, hogy valaki egy virtuális életet él, és közben úgy érzi, hogy életben van. Ezért van ilyen elképesztő hiányérzetünk, amikor csak illúziók vannak, és nem a valóság. Hát kívánom azt, hogy nézzünk szembe azzal a valósággal, ami bennünk és a világban van, jöjjünk rá arra a lényegre, amely mindegyikünket összeköt, és haladjunk azon az úton, amely elvezet a felébredéshez, és egy olyan világhoz, amelyet érdemes élni, ahol itthon vagyunk, ahol megláthatjuk egymást, ahol segíthetünk egymáson. Köszönöm a figyelmet!